Mielőtt még elkezdődne a videó, beszélgessünk egy kicsit a mai nap szponzoráról, a Szukics kiadóról. Nos, már tudhatjátok, hogy mi nagyon szeretjük a Szukics kiadó által kiadott Dark Horse Comics-os Witcher képregényeket, olyannyira, hogy az első négyet egyébként bemutattuk a csatornán, szóval, hogyha érdekel azoknak a története, akkor mindenképpen nézzetek rá azokra a videókra. És hát nem olyan régen megjelent az ötödik része ennek a sorozatnak, The Witcher Sötét Emlékek című képregény, amit Bartosz Tibor írt és Amad Mir rajzolt. Nos, hát ez egy nagyon érdekes történet, hogyha szereted a The Witcher azon oldalát, amikor Rivia Geralt egyedül old meg egy rejtélyt, akkor mindenképpen ajánlom neked ezt a könyvet, hiszen tényleg egy nagyon érdekes történetről beszélünk. Hogyha felkeltette az érdeklődésedet ez a kis ajánló, akkor ajánlom a linket a leírásban is. Nézzetek rá mindenképpen, ott meg tudjátok vásárolni. Na de, vissza a videóra! Sziasztok srácok, ez itt újra a Fabulous Industries, és beszélgessünk egy kicsit újra a Yu-Gi-Oh kártyákról. Ha esetleg nem tudjátok, hogy mi az a Yu-Gi-Oh, illetve érdekel benneteket, hogy hogyan kell játszani ezt a kártyajátékot, akkor kattintsatok a jobb felső sarokra, és ott lesz majd egy videó, amiben elmagyarázom, hogy hogyan kell játszani. Na de akkor foglaljuk össze gyorsan. 96-ban indult egy manga sorozat, amiben kitaláltak egy kártyajátékot, ezt a kártyajátékot megvalósították, és ezt a kártyajátékot mai napig rengetegen játsszák. A Yu-Gi-Oh nagyon híres arról, hogy nagyon bonyolult szabályrendszere van. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni, miközben ezt a kártyajátékot játszod, ugyanis a legkisebb hiba is az egész meccset jelentheti a számodra. Szóval tényleg nagyon tudni kell azt, hogy a szabályrendszer hogyan épül fel. Illetve van egy nagyon fontos aspektusa még a szabályrendszernek. Most tudni kell azt, hogy nem minden ember tökéletes, azok se, akik ezt a kártyajátékot készítik. Tehát amikor kijön egy új kártya, nem feltétlen lesz túlságosan jó, lehet, hogy közel haszontalan lesz az a kártya éppen az adott paklingba. Ám valamikor ennek az ellentétje valósul meg, és egyszerűen csak túl jó kártyákat alkotnak az alkotók, és ezt valamilyen módon szabályozni kell. Erre találták ki a tiltólistát. Most mikor először vették észre a Konaminál, hogy túlságosan sok ember használ egy bizonyos kártyát, kitalálták, hogy a túl jó lapokat érdemes lenne kitiltani a francba. Szóval megalkották a ban listet, ami bizonyos időközönként egyébként mindig frissül, tehát amikor új szettek jelennek meg, még mai napig előfordul az, hogy túl jó kártyákat adnak ki. Erre a banlistre felkerülnek azok a lapok, amik túlságosan jók ahhoz, hogy játsszák őket. Ezekből a kártyákból egyet sem rakhatsz a saját paklitba, ugyanis ki vannak tiltva mindenféle hivatalos TCG meccsről. Ugye tudjuk, hogy a TCG az azt jelenti, hogy Trading Card Game, vagyis a Japánon kívül bárhol játszott Yu-Gi-Oh-ról beszélünk most. Japánon belül ugyanúgy létezik ez a banlist, csak az a japánoknak szól külön, illetve külön van a japánon kívülieknek, ezt érdemes megemlíteni. Ezen a banlisten többféle al-lista létezik. Van a Forbidden, vagyis az amúgy mindenhonnan, mindenféle módon kitiltott kártya, tehát ezekből a kártyákból egy se szerepelhet a paklétban, vannak a limited kártyák, amikből csak egy szerepelhet a paklétban, és vannak a semi-limited, vagyis a félig meddig tiltott kártyák, ezekből kettő szerepelhet a paklétban. Mi pedig most nézzünk meg 10 olyan kártyát, amit teljesen betiltottak, és valószínűleg nem is fognak levenni a tiltólistáról. Ez a betiltott szó nagyon fura, ez kb. Olyan, mint hogyha mondjuk az Amerikai Egyesült Államok úgy döntött volna, hogy azt a kártyát, azt nem nyomjuk ki a gyerekeknek, de ugye itt most csak a Konamiról van szó, tehát itt nem ilyen nagyon durva dolgok, tehát nem jár pénzbüntetéssel, meg börtönnel az, hogy ezeket a kártyákat te birtoklod, szó. Ja, furán hangzik, de sajnos az ilyen. Nos, ez nem egy top lista, nem állítottam őket sorba, hogy mennyivel jobbak a másiknál ezek az adott kártyák. Egyszerűen csak választottam 10 olyan kártyát erről a listáról, ami szerintem számotokra is érdekes lehet. Na, akkor nézzük is. A 10. helyen a Max C áll. Erről a kártyáról azért érdemes beszélni, mert ugye nem olyan rég jelent meg a Master Duel nevű Yu-Gi-Oh videójáték, amit rengetegen játszanak, és közületek is nagyon sokan játszák, tehát Discordon látom, nagyon sokan otthon vagytok már ebben a témában. Ebben a videójátékban nagyon sokan használják a Max C nevű lapot, mert három is szerepelhet az ember pakliában, és nagyon jó lapról beszélünk. Olyannyira jó lapról, hogy amúgy a TCG-ben ez egy tiltott lap. És hát nagyon érdekes, hogy a Master Duel-ben meg nincs tiltva, ugyanis a Master Duel-nek saját banlistje van, saját maguk döntik el azt, hogy melyik kártyákat lehet játszani és melyiket nem, itt a játékfejlesztőire gondolok. És hát ugye Japánban sincsen tiltva a Maxi, egyedül a TCG játékformátumban, ami nagyon érdekes. Mindenki azt gondolta, hogy a Master Duel megjelenésével a Maxi eltűnik majd a banlistről, de még ez ugye nem történt meg, még mindig tiltva van. Lehet, hogy mire már ezt a videót nézed, amúgy már levették a banlistről, ki tudja. Nagyon sokan tippelnek arra, hogy lefogják.
Én nem gondolom, de nézzük is meg, hogy mit tud ez a kártya. A kártyát bármelyik fél körében eldobhatod a temetőbe, és ezután ebben a körben, amelyikben ezt megtetted, ha az ellenfeled speciálisan idéz egy szörnyet, akkor te húzhatsz egy kártyát. Most a kártya húzás egy nagyon erős dolog a Yu-Gi-Oh-ban, olyannyira, hogy nagyon sok tiltott lap e köré épül, mert a kártya húzás egy úgynevezett erőforrás. És az ilyenfajta erőforrás növekedéseket általában valamiféle romtás balanszol ki. Lényeg, akik nézik a Fullmetal Alchemist-et, azok tudják, hogy ha valami pozitív dolog történik veled, akkor ott valami negatív dolognak is történnie kell. Ez a Yu-Gi-Oh-ban is így működik, hogy ha valamiféle nagyon jó effektet akarsz aktiválni, annak általában mindig van egy hátulütője. És általában az alapján válogatják ki a játékosok is, hogy melyik kártyát használják és hogy melyiket nem, hogy melyik az a hátulütő, amivel együtt tudnak élni azért az adott effektért cserébe. És hát ez a kártya nem igazán rendelkezik túl sok hátulütővel azért, hogy te húzhass egy kártyát, annyi, hogy egy lapot el kell dobnod a temetőbe a kezedből, amit amúgy sem használnál föl másra. Na és ez miért olyan nagyon jó? Egy lapot húzhatsz, egy darab speciális idézésed. Nos, ha aki tudja, az tudja, hogy a modern Yu-Gi-Oh másból se áll, mint egy kör alatt 8 millió speciális idézésből. És ez a mai metában nagyon erősnek számít az, hogy mindegyik ilyenért felúszhatsz egy lapot, mert itt rengeteg lapról beszélünk, amit csak úgy kiúszhatsz a paklitból. Persze, hogyha az ellenfeled úgy dönt, hogy végig tolja a kombóját, mindenféle dolgot leidézget és felépít egy olyan erődöt maga elé, amit át nem üt semmiféle módon. Vagy pedig nem csinálja meg, pontosan azért, mert tudja, hogy te húzni fogsz akkor. És ez is egy jó dolog, hogy az ellenfeledet meggátoltad abban, hogy a kombóját végignyomja. Tehát ez ilyen szempontból egy jó lap, mert vagy meggátolod az ellenfeledet, vagy annyi erőforrás gyűjtesz magadnak, amivel bármikor kicsinálhatod az ellenfeledet. Tehát érthető, hogy ez jelenleg miért bannolt kártya. Mégis a Master Duel bennem. De hát így is mindenkinek a pakliában kb. Benne van, tehát innen láthatjátok, hogy amikor egy jó lap benne van a formátumban, akkor az mindenkinek a pakliában benne van. Következő kártya. A következő kártyánk a Victory Dragon, aminek egy baromi érdekes effektje van, és én először nem értettem, hogy ez miért jó. Ezt a kártyát nem lehet speciálisan idézni, csak is áldozó idézéssel hívhatod le, és az áldozó idézésedben is három áldozatnak kell szerepelnie, és mindhárom áldozatnak sárkány típusúnak kell lennie, ami egy nagyon erős feltétel. Nagyon hasonlít egyébként az egyiptomi istállapokhoz, és azokról beszéltünk, hogy ez egy nagyon nagy hátrány ezekhez a kártyákhoz, ugyanis azoknak nem volt olyan hüde jó effektje. Na de a Victory Dragonnál az egyetlen effekt, ami ezután szerepel, hogyha közvetlenül megtámadod ezzel a kártyával az ellenfeledet, és az életpontja nullára csökken, akkor megnyerted a meccset. És én elgondolkoztam, hogy amúgy nem ezzel nyerném meg a meccset? És nem. Ugyanis a meccs itt nagybetűvel szerepel, és itt külön definíció van arra, hogy mi az a meccs. Azt tudnotok kell, hogy amikor hivatalos Yu-Gi-Oh! Bajnokságon veszel részt, és valaki ellente összekerülsz, akkor ott nem egy párbajjal döntitek el azt, hogy ki a nyertes, hanem aki három párbajból kettőt megnyer. És ezt hívják meccsnek, ezt a háromból kettő rendszert. Szóval, hogyha az első párbajodban a Victory Dragonnel életpontra támadva nyertél, akkor nem kell lejátszanod a másik két meccset, hanem megnyerted az egészet. Jöhet itt a kérdés, hogy mégis miért olyan jó ez, hiszen elég nehéz megidézni, nincs olyan túl durva külön effektje, ami miatt jóvá tenni ezt a kártyát. Most nagyon sok ember áparázott arra, hogy amikor az első párbajukban megjelent ellenük ez a szörny, akkor feladták. Ebben az időszakban nagyon sok párbaj végződött így, hogy az egyik fél feladta a meccset, ugyanis az ellenfele megidézte a Victory Dragont, amivel kapásból egy vereséget beszenvedett magának, csak azért, hogy egy kör alatt ne veszítsen el mindent. Most viszont Japánban erre nagyon sokan haragudtak, sőt olyan szabályozás is be lett vezetve, nem tudom, hogy pontosan ez a Victory Dragon miatt történt, de ott, ha jól tudom, akkor 10. körig nem lehet feladni a meccset, viszont a TCG-ben igen. A TCG-ben viszont nem akartak ekkora szabályváltoztatást bevezetni, hogy csak egy bizonyos kör után lehessen feladni, így inkább betiltották a Victory Dragont, illetve egy akkora dologra vonatkozik neki az effektje, ami így a párbajon kívüllel kapcsolatos, hogy ez szabályozásilag sok galibát tud okozni, és fejfájást a bíróknak, ezért inkább úgy döntöttek, hogy nem foglalkoznak vele, és inkább bannolják. Ami ilyen szempontból szerintem érdekes, na de nézzük meg a következőt. Nos, ez az első varázslap a listán, ez a Butterfly Dagger Elma. A Butterfly Dagger Elma egy felszereléslap, azt tudja, hogy a felszerelt szörny 300 támadó ponttal növekszik. Ami amúgy egy tök szar effekt, tehát hogy vannak olyan lapok, amik többet adnak, jobbat adnak, plusz effektet adnak, nem csak 300 támadó pontot. Viszont ennek a kártyának van egy másik effektje, ami sokkal érdekesebb, hogy amikor ez a felszerelt kártya a temetőbe kerül,
akkor visszaváltad a kezedbe. És itt megáll a szöveg, mert ilyenkor általában várná az ember azt, hogy ezt az effektet egyszer lehet használni egy körben, de itt nincs. Ezt annyiszor használod egy körben, amennyiszer szeretnéd. De neked miért jó az, hogy lerakod, temetőbe kerül, visszakerül a kezedbe? Most ez abban az esetben történik meg, ha ez például egy olyan szörnyre szereled fel, mint a Gearfrid the Iron Knight, akire, hogyha felszerelsz egy felszerelés lapot, az azonnal el is pusztul. Tehát azonnal a temetőbe kerül, aktiválódik az effektje, hogy visszakerül a kezedbe, majd újra lerakhatod. Miért jó az, hogyha ezt megteszed? Például vannak olyan kártyák, amiknek az effektje akkor aktiválódik, amikor aktiválsz egy varázslapot. És ezt az effektet, ami akkor aktiválódik, amikor aktiválsz egy varázslapot, ezt végtelenségig tudod aktiválni, ugyanis ez a kártya folyamatosan loopolható vissza a kezedbe és aktiválható. Csak hogy értsétek, hogy ez miért olyan jó, például ott van az a kártya, hogy Royal Magical Library. Erre a kártyára mindig rakhatsz egy countert, amikor egy varázslapot aktiválsz, és aktiválódik ennek a kártyának az effektje, majd pedig levehetsz róla 3 countert, és cserébe húzhatsz egy kártyát. Nos, mivel a Butterfly Dagger Elma végtelenségig aktiválható, egy kör alatt az egész paklit a kezedbe veheted, akár hogyha ez a 3 lap így valamilyen módon a játékodba kerül. Ami nem rossz, tehát hogy ez kicsit túl jó ahhoz képest, ami például a Maxi tud. Tehát itt még beszélgetni fogunk arról, hogy a húzás egy túlságosan jó erőforrás ebben a játékban, és mint láthatjátok, ebben az esetben hát elég sokat lehet húzni. A következő lapunk egy csapdalap, ez az Imperial Order, ami egyébként egész friss tiltásilag, ezt nem olyan régen tiltották be. Ennek az a képessége, hogy minden varázs effektet a mezőn negate-el, amíg ez ott van. Tehát ez egy folyamatos csapdalap, ez folyamatosan ott van, és minden körben fizetni kell ezért az effektért 700 életpontot. Aki otthon van a modern Yu-Gi-Oh-ban, az tudja, hogy hiába az életpont elvesztése jelenti azt, hogy elvesztetted a párbajt, az életpontot már inkább egy erőforrásként használják fel az emberek, mint sem egy nagyon védendő dolog, ugyanis 700 életpont amúgy se olyan nagyon sok a 8000-ből, illetve, hogyha az ellenfél fölállít egy olyan bordot, amivel elsöpör téged a francba, akkor ott végül is tök mindegy, hogy most 300-zal támad az arcodba, vagy 8000-rel, általában 8000-rel fog egyébként. Tehát nagyon ritka az, amikor egy párbaj tényleg ilyen pár száz életponton múlik, ezért az emberek nagyon bátran dobálóznak a saját életpontjaikkal, és az Imperial Order egy nagyon olcsó lap ilyen szempontból, mert azért vannak más lapok, amik sokkal több áldozatot igényelnek ilyen szempontból, és az, hogy minden varázslap negate-elődik a mezőn, az meg egy nagyon jó dolog, főleg úgy, hogy manapság nagyon sok kombó épül varázslapokra, sőt eddig is nagyon sok kombó épült varázslapokra, tehát ez mindenféle időszakból egy nagyon jó kártyának számít, és most jutottunk el nem olyan rég arra, hogy a hivatalos meccseken szereplő paklik nagyon nagy százalékában megtalálható volt ez a kártya, így a Konaminak így szemet szúrt az, hogy ez valóban egy nagyon jó kártya lehet, tiltsuk be a francba. Nos, a következő lapunk a Fiber Jar, ami egy flip effekttel rendelkező szörny. Amikor ez a kártya felflippelődik, mind a két játékos a kezében lévő kártyákat, a mezőn lévő kártyákat és a temetőben lévő kártyákat visszakeveri a pakliba, majd mindketten húznak 5 lapot. Tehát kb. Reseteli a játékot az elejére, kivéve az életpontokat, tehát hogyha már az életpontokból fogyott, azok maradnak, viszont temető, mező, kéz, megy minden vissza. Nem feltétlen azért lett ez a kártya betiltva, mert olyan nagyon jó dolog ez, inkább azért, mert nagyon sok időt húz a játékból, és nagyon egészségtelen ez az effekt, nem tudom, ez jó kifejezése. Nagyon sok olyan kártya szerepel a banlisten, ami nagyon fura dolgokat változtat meg a játékkal kapcsolatban. Tehát például korábban is említettem a Victory Dragon esetében, hogy az, hogy a meccsre van hatással a Victory Dragon effektje, az a párbajon túlmutató dolog, és még nagyon sok ilyen effekt van betiltva, ami így a párbajon egy kicsit túlmutat, vagy a játék szabályát megváltoztatja, vagy csinál egy ilyet, hogy reseteli az egészet a francba. Tehát az ilyenfajta kártyákat nem szeretik a bajnokságokon, nem szeretik a Konaminál, nem szeretik a bírók, és a játékosok se, hogyha belefutnak egy ilyenbe. Tehát ez egy nagyon érdekes játékstílus, és senki sem szereti. A következő kártyánk meg megint borzasztó érdekes, ez a Sixth Sense, vagyis a hatodik érzék csapdalap, ami nagyon jó, tehát egy túlságosan jó ahhoz, hogy játékban legyen, és mindjárt megértitek, hogy miért. Lényeg, hogy ennek a kártyának van egy hátulütője, amit hátulütőnek szánnak, de a mai modern metában ez megint csak túl jó. Tehát, hogy a hátulütő lett a pozitívuma ennek a kártyának egy idő után, és emiatt lett valószínűleg betiltva, mert mind a két esetben, ha pozitív, ha negatív, mindenhogyan jól jársz vele. Lényeg az, hogy mondanod kell két számot 1-től 6-ig.
Ezután az ellenfeled dob egy hatoldalú dobókockával, ha valamelyiket dobja azokból a számokból, amiket mondtál, annyi kártyát felhúzhatsz a pakliból. Ami nagyon jó dolog, ilyenkor akár hotlapot is felhúzhatsz a pakliból mindenféle negatívum nélkül, vagy ha nem olyan számot dob, amilyet mondtál, akkor annyi lapot a paklit tetejéről, ahányat dobott, a temetőbe kell juttatnod. És azt nézve, hogy a mai modern metában a temető effektek milyen rohadt erősek, ez egy marha jó dolog. És bármi történjék, ha húzhatsz egy rakatlapot, ha a temetőbe küldesz pár lapot a pakli tetejéről, mindenhogyan jól jársz. És hogyha nem azt mondod, hogy 5-6, amikor ezt a kártyát aktiválod, akkor hülye vagy. A következő lapunk az Yatagarasu, egy madár. Ennek a madárnak nagyon érdekes effektje van, nem lehet speciálisan megidézni, csak normál idézni lehet. Ha lerakod és az ellenfeled életpontjaira közvetlenül tudsz egy sikereset támadni, akkor a következő húzó fázisát ki kell hagynia, magyarul a következő körében nem húzhat a köre elején ez a játékos, majd neked a köröd végén viszont vissza kell venni a kezedbe ezt a kártyát. Most mondhatjátok, hogy ez egy nagyon, mivel egy nagyon gyenge kártyáról beszélünk így támadópontot nézve, nem biztos, hogy túlságosan jó, illetve nagyon könnyen kioszható az a helyzet, hogy az ellenfél életpontjait közvetlenül meg tudnánk támadni. Nos, van egy kombó, ami ezt a kártyát az átlagostól a csúcsig tolta, ez a Yatalok kombó. A Yatalok kombó 3 lapra van szükség a kezedben, ebből az egyik a Painful Choice, ami szintén egy betiltott lap, a Chaos Emperor Dragon Envoy of the End, illetve a Monster Reborn. Kezdetnek aktiválod a Painful Choice-t, kiválasztasz 5 lapot a paklitból, azt megmutatod az ellenfelednek, ő kiválaszt egyet, a többit pedig a temetőbe küldöd. Ez az 5 lap valószínűleg a Witch of the Black Forest lesz, a Sengen, valamilyen random sötét lap, tök mindegy, lehet akár az előzőekből még egy, illetve 2 random fénylap. Tök mindegy, mit ad a kezedbe, lényeg, hogy a többi a temetőbe kerüljön. Aktiválod a Monster Reborn-t, vagy Sengent, vagy a Witch of the Black Forest-et visszahívod, majd pedig megidézed speciálisan a kezedből a Chaos Emperor Dragonodat, amihez egy fényes és sötét lapot kell beniselned a temetőből. Ekkor aktiválod az effektjét 1000 életpontért cserébe, elküldheted az összes lapot az ellenfél térfeléről a temetőbe, illetve a kezéből is a temetőbe. Ugye a Chaos Emperor Dragon képessége miatt a Chaos Emperor Dragonod és a Witch of the Black Forest-ed is elmegy a temetőbe, viszont a Witch of the Black Forest vagy a Sengen, tök mindegy melyeket hívtad vissza, annak az effektjének köszönhetően a kezedbe veheted Yatagarasut, akit ekkor megidézel normálisan. Ilyenkor az ellenfélnek se a kezébe, se a térfelén nincsen kártyája, Yatagarasuval pedig az arcába tudsz támadni 200 támadóponttal. Ez neked miért jó? Aktiválódik Yatagarasu képessége, az ellenfeled a következő kör elejében nem húzhat kártyát a pakliából, te pedig visszaveszed a kezedbe Yatagarasut. Átadod a kört. Nem húz kártyát, nincs kártya se a kezében, se a térfelén, valószínűleg át fogja neked adni ezt a kört, te pedig fogod a kis Yatagarasut, lerakod, ismét az arcába támadsz az illetőnek, és ezt addig csinálod, amíg le nem nullázod az életpontját, vagy fel nem adja a meccset. Sokan tudnak azzal vitatkozni, hogy mivel a Painful Choice már nincs, azért nem annyira könnyű kivitelezni ezt a kombót, viszont mégiscsak egy nagyon erős effektről beszélünk, hogyha egy hasonló helyzet áll fenn. Illetve a temető effektek nagyon jók, tehát hogyha az ellenfelednek a temetőjében van valami nagyon durva effekt, amivel ezt a helyzetet vissza tudja fordítani, akkor kb. Felesleges volt ez a helyzet. Nagyon sokan tudnak azzal vitatkozni egyébként, hogy Yatagarasut már nem kéne a banlisten tartani, viszont azért ez a kombó, hogyha valamilyen módon sikerül, azzal mégiscsak az ellenfeledtől veszed el azt a lehetőséget, hogy egyáltalán játszani tudja ezt a játékot. Tehát valószínűleg a banlisten fog maradni sajnos. De amúgy egy elég durva kombóról beszélünk így is. A következő varázslapunk a Change of Heart, ami hát egy nagyon ikonikus lap, és hát valószínűleg nagyon sokan fel fogjátok ismerni az artworkjét. Ugye a képessége az, hogy kiválasztasz az ellenfél szörnyei közül egyet, és azt átveszed a te térfeledre a kör végéig. Miért van betiltva ez a lap, amikor nagyon sok másik kártya képes hasonlóra? Nos, az a nagyon sok másik kártya valószínűleg rendelkezik valamiféle hátulütővel, amíg a Change of Heart viszont nem. Change of Heart-a át tudod venni az ellenfél szörnyét, viszont dönthetsz úgy is, hogy akár te ezt a szörnyet feláldozod, így egy erőforrást vettél el az ellenféltől, anélkül, hogy te bármiféle hátrányt szenvedtél volna, ami egy túlságosan jó dolog. Most, hogy gondolunk például az Enemy Controllerre, vagy a Brain Controllerra, ott láthatunk bizonyos hátulütőket, például föl kell áldozni egy szörnyet, vagy az átvett szörnyet nem áldozhatod fel. Tehát ez a kártya a hátulütő hiánya miatt lett túlságosan jó, és ezért is szerepel a banlisten, és valószínűleg nem is fog róla lekerülni egy jó darabig. És akkor első helyen egy olyan kártya áll, ami a Yu-Gi-Oh! Történelmében a lehető legerősebb kártya, túlságosan jó volt ahhoz, hogy bármiféle versenyen is játszható legyen, és egyszerűen csak egy olyan nyers erőről beszélünk, ami
mindent is átszab. Ennek a kártyának a képessége felülmúlja minden képzeletünket, és egyszerűen tényleg egy olyan szintre emelte volna a játékot, hogy egyszerűen másnapra nem is lett volna szükség a pakliba. Ha nem lenne tiltó listán, mindenkinek ott lenne a pakliában, és tényleg meccseket lehetne vele eldönteni. Azonnal. Ez a kártya a Pot of Greed, vagy magyarul a kapzsiüst. Ez a kártya már a játék kezdete óta jelen van, viszont mai napig senki nem fejtette meg, hogy mégis mire képes. Viccet félretéve, ennek a kártyának van egyébként a lehető legrövidebb leírása, jól tudom, mai napig ez a rekorder. 3 darab szó szerepel rajt, pontosabban 2 szó és 1 szám, 22 lapot. 22 lapot. Ez a kártya jelenleg a legerősebbnek számít az egész Yu-Gi-Oh-ban, és soha nem fog lekerülni a banlistről, mert túl jó. Egyszerűen csak túl jó. Valószínűleg egyébként itt kocogok, mint állat, de majd szóljatok. Ahogy az előbb néztük a lista korábbi részeinél, a kártyahúzás egy hatalmas erőforrás ebben a játékban, és ha csak már egyet húzol, már az rengeteget segít, na még ha kettőt. És ezt a kettőt mindenféle hátulütő nélkül felhúzhatod, úgyhogy ennek a kártyának amúgy már vannak gyengített változatai, amiket mai napig rengetegen használnak hivatalos meccseken is, mert azok is tök jók, viszont nagyon durva hátulütőkkel rendelkeznek azért, hogy felhúzhass egy vagy két lapot a pakliból. És ebben az esetben semmi. Ha Unót játszanánk, már rég vesztettem volna. Nos, a Pot of Greed egy nagyon ikonikus lap, ugye a játék eleje óta kb. Jelen van az életünkben. Akkoriban ugye még nem nagyon figyeltek arra, hogy egy kártyának legyen valamilyen szinten hátulütője, és ennél hát nagyon nem figyeltek, és nem gondolták volna azt, hogy ez annyira erős lesz, hogy hát már lassan szerintem 20 éve a tiltó listán szerepeljen. Egyébként a játék kezdete óta rengeteg alternatívája megjelent már a Pot of Greednek, nagyon sok potlap létezik, illetve egyéb olyan másik kártya, ami valamilyen módon megengedi a játékosnak, hogy húzzon egy bizonyos mennyiségű kártyát. Viszont nagyon sok játékos vitatkozik jelenleg azzal, hogy a húzás valójában annyira már nem is egy nagyon jó dolog a játékban, ugyanis a temető effektek már elvitték a prímet, illetve nagyon sok kombó ugye két labból kiátszható, és a pakliból magad válogathat ki, hogy melyik kártyát szeretnéd jóformán már játszani. De mégis egy hatalmas erőforrás, nagyon sok pakli azért mégiscsak nagyon jól jár vele, tehát ezért valószínűleg a tiltó listán fog maradni, ugyanis emellett még hátulütője sincs ennek a lapnak, és két lapról beszélünk, nem is egyről. Egyébként, ha visszaemlékeztek az animére, kb. Minden egyes rohadt alkalommal, amikor valaki kijátszotta a Pot of Greedet, el lett mondva az, hogy ez a kártya azt tudja, hogy húzhatsz két lapot. Itt jön a kapzsi üst varázslap. Így hát húzhatok két új lapot. Használom ezt, a kapzsi üst varázslapot. Már is húzhatok két új lapot. Tudod, az a varázslap hatása, hogy most újabb két lapot felhúzhatok a paklimból. Aktiválom kapzsi kacsót, vagyis kettőt húzhatok. Nos, ennyi lett volna ez a lista, viszont hogyha nektek van olyan kedvenc kártyátok, ami esetleg valamilyen módon korlátozva lett, vagy be lett tiltva, azt írjátok meg nekünk mindenképpen kommentben. Ha pedig tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni, ugyanis ezzel már nagyon sokat tudtok nekünk segíteni, illetve kommentelni nekünk valami szépet, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ugyanis nagyon nagy százalékotok még mindig nincsen feliratkozva, és úgy nézitek meg a videót, hogy föl se iratkoztok, pedig itt vagytok már mióta, de nem nyomtátok még meg a feliratkozás gombot, nyomd meg, illetve azt is megírhatjátok nekünk kommentben, hogy esetleg milyen témában szeretnétek még tőlünk videókat látni, nagyon sok mindenre kaphatóak vagyunk, esetleg Yu-Gi-Oh-n belül vagy Yu-Gi-Oh-n kívül valami képregényes vagy filmes témában is akár. A legközelebbi videóban pedig találkozunk, addig is, sziasztok!